Az euró árfolyamát érintő gazdaságpolitikai vitáról, valamint a bankközi kamat alakulásáról is szó esett a jegybank kormányzójának, Mogorisz Arészkunak szokásos a pénzügyi helyzetet elemző negyedévi sajtótájékoztatóján. Az euró lejárfolyam alakulása képezte az egyik legforróbb témát a jegybank kormányzójának szokásos negyedévi tájékoztatóján. Többen ugyanis azzal vádolták meg a Nemzeti Bankot, hogy nem tesz semmit az euró árának stabilizálásáért, Míg az exportőrök azt szeretnék, hogy tovább növekedjen az európai közös valuta árfolyama, ellenkező esetben a bérek meglódulásával nem tudnak versenyképesek maradni. A jegybank kormányzója szerint egyesek 4-40 banit, mások 5-40 banit szeretnének, ám ez nem lehetséges. Az árfolyamot a piac alakítja, a jegybank beavatkozása pedig minimális, mert nem kockáztathatja a stratégiai tartalékok csökkenését. Egyetlen árfolyam létezik, mindenki azzal kell megelégedjen. Nem térhetünk vissza ahhoz, ami a tervgazdálkodás idején volt, hogy minden exportőr a maga árfolyamával. Ez nem működik. Az árfolyamnak megvan a maga szerepe, mint a kamatnak is. Mindenki tegyen rendet a saját portáján, ne akarjon olyan árfolyamot, ami számára fekszik. Az árfolyamot a piac alakítja, és ha komoly exportőr, akkor ezzel kell dolgozzon. Muguri Szöreszkú továbbá arról is beszámolt, hogy a háromhavi bankközi referenciakamat mértékét 2%-ról, 2,25%-ra növelik. Mindez várhatóan a lejben felvett hitelek drágulását eredményezi. A jegybank kormányzója szerint azonban a drágulás nem lesz jelentős, és a referenciakamat még így is nagyon alacsony szinten van, és hosszú távon az intézkedés a fogyasztási nyomás enyhítésével az infláció mérséklését célozza.